Líder pályázati pénzből több mint 10 millió forintból építettek játszóteret Boconádon, emellett egy parkot is kialakítottak. Egyebek között padokat, pavilonokat helyeztek el, és 310 négyzetméter térkövet tettek le. Mindez a falu központjában kapott helyet. A szombat délelőtti átadón csak az idő volt szomorkás, az ünnepségen mindenki mosolygott. Szabó Zsolt államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta, igazi közösségi tér jött létre, amelyre büszkék lehetnek a helyiek. Az építés az mindig kezdete valaminek, tovább kell gondolkodni. Én biztatom önöket együtt arra, hogy fogjunk össze, tegyük rendbe a templom tetejét, tegyünk rendbe az óvodát, ami valljuk be, hát nem egy túl szép fényes hely pont a gyermekeinknek, bízunk benne, ez is sikerül. Tegyünk benne az utat, hozzunk egy kis átmenő turizmust, egyszerűen van mit fejleszteni, van mit tenni. Tudom, hogy az elmúlt 4 évben is sok minden alakult itt a faluban. Én bízom benne, hogy ez a fejlődés, ez az építés, ami itt elkezdődött, a következő 5 évben is fog folytatódni. Én polgármester úr személyében egy nagyon pozitív személyt találtam, aki úgy gondolkodik, hogy a településért felelősséggel és tenni akar és együtt akar működni. Nagyon bízom benne, hogy önök bizalmat szavaznak számára, és a következő időszakban is együtt tudunk dolgozni. Kis István a falu első embere bízik benne, hogy az új központ által közelebb kerülnek egymáshoz az emberek, megoszthatják örömüket, bánatukat, miközben a legkisebbek felhőtlenül szórakozhatnak. A gyermekekkel kezdtük, az idősebbekkel, minden korosztállyal kívánunk folytatni. Én úgy gondolom, hogy ez a játszótér egy közösségi tér, ahogy említettem is beszédemben. Bízom abban, hogy az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, és a játszótéren nagyon mosolygós gyermekeket láthatunk az elkövetkezendő időben. Az ünnepélyes szalagátvágás után platánfákat is ültettek.